4 éve vagyok szexmunkás, a gazdasági kényszer hatására kerültem a pályára. Önként vállalom azért, hogy a családomat és a gyerekemet tudjam segíteni és tanítatni. A szexével 3 éve vagyok kapcsolatban, és azóta folyamatos önkéntes munkákat vállalok. Magyarországon egy nagyon álságos rendszer van, szabályozás van. A szexmunka szabályozása az nem teljes körű, félreértésekre ad okot, és bizonytalanságot szül. Mi azt gondoljuk, hogy a legfontosabb az az, hogy a szexmunkások biztonságban érezhessék magukat, és ne sérüljenek a jogaik. Ezeknek a lányoknak nagyon gyenge az érdekérvényesítő képességük. Rengeteg rendőri visszaélés van ezekben az ügyekben. 1999-es törvény részben legalizálta Magyarországon a szexmunkát. Ez azt jelentette, hogy bizonyos körülmények között, bizonyos helyszíneken a szexmunkát a lányok, illetőleg a fiúk szabadon gyakorolhatták. A türelmi zónákat azonban az önkormányzatok törvényi kötelezettségük ellenére nem jelölték ki. A szexadatgyűjtéséből tudjuk, hogy csak 2012 évben 1 milliárd forintnál is több szabálysértési bírságot szabtak ki szexmunkásokra. Nem egy olyan eset van, amikor egy szexmunkás egy évnél több időt tölt börtönben, pusztán azért, mert nem tudta kifizetni a szabálysértési bírságot. Tehát az, hogy valaki 2 évet legyen elzárva azért, mert ezt a tevékenységet folytatja, és különösen azért büntessék, mert rossz helyen áll, hát az a abszurdum. A Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete a leghitelesebb olyan magyarországi civil szervezet, amely a szexmunkásokkal foglalkozik. Nem egy elefánt csontoronyból néz le a szexmunkásokra. A lobby szintjén próbálja elérni a jogszabályok megváltoztatását, másrészt egyedi esetekben is jogi, pszichológiai segítséget nyújt a szexmunkásoknak. Azért is nagyon fontos a szexmunkája, mert ők azok egyedül ma Magyarországon, akik valóban széles körben elérik a szexmunkásokat. Ugyanolyan ügyfélként tekintek a szexmunkás ügyfeleimre, mint bárki másra. Tehát ebben bennünk nincsen előítélet, ők is egy munkát végeznek, és az ezzel kapcsolatos szabálytalanságban mi tudunk segíteni, illetve az ő életüknek bármilyen mindennapi problémáiban tudunk segíteni. Mi az ő saját mindennapi problémáikkal foglalkozunk, mi nem akarjuk őket megváltoztatni. Ha ő kéri, akkor bármiben szívesen segítünk. A szexet 15. születésnapja lesz szeptember 17-én. Szeretettel várunk mindenkit, akinek fontos az emberi jogok képviselete, és akik szimpatizánsok velünk.